Várhatóan 2021 májusában fog megjelenni két legújabb könyvem, melyek címe A szeretet alkímiája, valamint A csakrák alkímiája. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. A klónozás szellemtudományos aggályai. Szép új világunkban csak nem mindenhová befurakodik a technika, és szinte mindenre elkényeztető megoldást kínálva vesz le bennünket a lábunkról. De vajon meddig éri meg felcserélni az emberi erőfeszítést a gépivel? Minden egyes területen helyettesíthetik az embert a mechanikák? Mennyiben könnyítheti, avagy nehezítheti meg az emberi evolúciót az olyan génmanipulációs vívmány, mint a klónozás? És legfőképpen, meddig mehetünk el büntetlenül? Valljuk be, hogy az ember szeret Istent játszani. Különösen bizonyos jellemvonásokkal megáldott vagy megvert emberek passziója, hogy magukat mások fölé helyezik. Például azért, mert okosabbak, erősebbek, szebbek, sikeresebbek, kiválságosabbak, vagy azoknak hiszik magukat. Öreg hiba ez, mely minden alázatot nélkülöz, miközben az ego megdicsőül, és észrevétlenül hágja át a spirituális szabályok sokaságát. Mi a klónozás? Az elmúlt évtizedekben ütötte fel a fejét a klónozásnak nevezett orvostudományi eljárás, amely lényegében nem jelent egyebet, mint egyik módját annak, hogy másolatot készítsünk egy élőlényről. Ma már képesek vagyunk például DNS molekulát másolni. Ennek az újdonságnak a laikus örülne is, mert ezen a ponton még nem látja a technológia visszásságát. De ha előhozakodok az erkölcsel, mint olyannal, s felvetem, hogy egy fejletett biológiai lény, például egy ember klónozása, együtt jár számos etikai és spirituális konzekvenciával, akkor talán már lehet kapiskálni a kibontakozó bonyodalmakat. De vegyük sorra a klónozás tudományos állomásait. Az emberi szaporodás hagyományos volta az lenne, ha a sors kifürkészhetetlen útvonalai által egymáshoz vezérelt párocskának a férfi tagja spermájával megtermékenyíti az érett női petesejtet. Ezzel szemben a klónozás során nem a szülők DNS szerkezetéből áll össze a gyermek DNS-e, hanem egy férfitől vagy nőtől származó sejt DNS-t tartalmazó sejt magját beültetik egy sejtmagjától megfosztott női petesejtbe. A gond azonban biológiai szempontból ott kezdődik, amikor az állatok esetében számos rendellenességgel találták szemben magukat a kutatók. De vajon miért történt ez így? 1997. február 24-én skót tudósoknak sikerült előállítaniuk egy birkaklont egy felnőtt birkából származó sejt DNS-ének felhasználásával. Őt keresztelték el Dollynak. Az állatot 6 éves korában altatták el, mivel olyan súlyos tüdőbetegségben szenvedett, ami csak a kétszer ilyen idős állatoknál figyelhető meg. 1997. júliusában emberi géneket tartalmazó bárányt klónoztak. Céljuk, hogy egy olyan nyájat hozzanak létre, amelyből orvosi célokra emberi fehérjét lehet kinyerni. 2002-ben a japánok egy tucat egeret klónoztak, de majdnem mindegyik állat csak hamar elpusztult. A texasi kutatóknak egy házi macskát sikerült lekoppintaniuk, és még ebben az évben Panagiotis Szavosz, amerikai termékenységi szakértő, egy kongresszusi bizottság előtt bejelentette, hogy a jövőben az emberi klónozás részletes módszerét kívánja kidolgozni. Továbbá javasolta a kongresszusnak, hogy a klónozás továbbra is maradjon törvényes. Az embriobiológia, valamint a génsebészet roham léptekkel halad előre. S való igaz, hogy megvannak a vitathatatlan előnyei, például a genetikailag öröklődő betegségek és a génhibák megállapítása terén. Ami viszont a klónozást illeti, nos, bizonyos hátrányokkal kényszerül szembenézni a tudós társadalom, amelyeknek elsősorban spirituális okai vannak. A klónozás sikerességi rátája ma még igen alacsony, ami egyéb iránt biológiai szempontból nem igazán érthető, hiszen ha az egészséges donorral azonos genetikai állományú egyed jön létre, akkor mi állhat a rossz túlélési statisztika hátterében? Klónozás szellemtudományosan.
A szellemtudomány szemszögéből az ember felépítése a következő. Fizikai test, anyagi. Étertest, vagy élettest. Asztráltest, vagy lélek. Én, vagy szellem. Tehát fizikai test, étertest, asztráltest és én. A fizikai testét mindenki ismeri. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy a fizikai világban megtapasztalásokat gyűjtsünk. Ez a halált követően feloszlik, vagyis átadja anyagát annak a világnak, amelyből vétetett. A fizikai testet egy finomabb állagú energiatest élteti, melynek neve étertest, vagy igen kifejező módon élettest, mivel ez látja el életerővel, csível, pránával, életenergiával a fizikai organizmusunkat. Egyébként minden élőlénynek van éterteste. Az asztráltest egy, az étertestől sokkal finomabb állagú energiatest, amely az ember lelkiségét adja abban a kettős értelemben, hogy részint tudatosan érzékelhető lelki folyamatoknak a közege, részint kifejezetten spirituális képességek tárolója. Előbbire jó példák az akarat, az érzelemvilág és a gondolatvilág egyes elemei, utóbbira az ember spirituális készségeinek olyan típusai, amelyek az asztrális térrel állnak összefüggésben. Tudattalannal való kapcsolat, jövőbelátás, intuíciók, szándékérvényesítő képességeink, sorsprogramozás, számos gyógyító képesség. A legmagasabb rendű része az embernek az énje, amely szellemtudományos aspektusból a halhatatlan és isteni eredetű része. Az én és az asztráltest nélkül nem létezne az embernek én tudata. Az emberi lény szellemtudományos tagoltsága ezzel korán sem ért véget, de a mi szempontunkból ennyi bőségesen elegendő annak megértéséhez, amin a klónozás múlik. A többi energiatest egyébként a magasabb tudatállapotok eléréséhez nélkülözhetetlen és kifejezetten szellemi iskolázással tökéletesíthető. Ha valaki sorra veszi az ember spirituális alkotó részeit, akkor sejtheti, hogy a génsebészet, illetve a klónozás az emberre úgy tekint, mint egy mechanikus szerkezetre. Vagyis csak a biológiai testének az összerakásáról gondoskodik, viszont semmiféle lélekkel, asztráltesttel és énnel nem számol. De ha számolna is ezekkel, vajon honnan akasztana le egyet-egyet ezekből a nem fizikai alkotó részeinkből? Talán bérelne egyet Istentől? Tréfát félretéve, ezek hiányában gyakorlatilag csupán lélektelen és éntelen biorobotokat tud kreálni az orvostudomány, amely az élet keletkezését szeretné laboratóriumi körülmények között megvalósítani. Tehát asztráltest és én nélkül nem lehet embert teremteni. Szellemtudományi szempontból ugyanakkor maga a klónozási elképzelés önmagában sem teljesen veszélytelen, mivel a finomanyagi és a szellemi világok tele vannak olyan előttünk ismeretlen entitásokkal, akik közül néhányan kapva kapnak az alkalmon, és a kísérleti klónok biológiai donorjait igyekeznek felhasználni akaratuk fizikai megnyilvánítására. Ez pedig további aggályokat vet fel. Hiszen ki tudja, milyen lények prédáivá válhatunk mi emberek. Ebben jobb bele sem gondolni. Összefoglalva a klónozás holisztikus aggályait, leszűrhetjük, hogy a biológiai értelemben vett genetikai átalakítás tökéletes egyedek létrehozására törekvő szándékai is felvetnek erkölcsi és jogi diszkrepanciákat. Például a génsebészeti technikák jogilag kontrollálhatatlan húzásait, a szervkereskedelmet vagy a szegények anyagi korlátozottságából fakadó hátrányai tetéren. Azonban számolnunk kell még a különféle vallási és legfőképpen a méreható spirituális következményekkel is. A sors nyilvánvalóan nem fogja következmények nélkül hagyni, hogy az ember már megint az akarata ellen lázadjon, amidőn a karmikusan, tehát okkal kapott betegségeinek kiskapuit és tüneti álmegoldásait kívánja megtalálni, illetve a testi halhatatlanság illúzióját óhajtja mindenáron megvalósítani. Várhatóan 2021 májusában fog megjelenni két legújabb könyvem, melyek címe A szeretet alkímiája
valamint a Csakrák alkímiája.